nagyon sokat gondolkodtunk a színházban, hogy hogyan hívjuk fel a figyelmet arra, hogy itt egy új gondolkodás kezdődik, és ez az én ötletem volt, ez a nagy felkiáltójel, ami csak annyit jelent, hogy figyelem, figyelem, figyeljetek oda, itt van, érdekesek fognak történni. És igazán nem akartam bevezető hosszas gondolatokat, hanem igyekeztem néhány szóban összefoglalni azt, amit én gondolok a színházról általában, a nyíregyházi színházról, meg a jövő évadról. Közönségbarát. Ugye volt egy ilyen igény, tehát hogy a nézők minden rétegét megtalálni, illetve hát én sokat járok Nyíregyházán lévén, hogy sok régi barátom van, és azért ez az igény felmerült, hogy bizonyos rétegeket elvesztettünk, vagy elveszőben vannak, akik ezeket szeretnénk visszacsábítani. Klasszikus, ami azt jelenti, hogy a színház klasszikus értékeit képviseljük, illetve klasszikus darabokat is játszunk, tehát lesz jövőre Molière, Molnár Ferenc. Nagyon fontosnak tartó általában a színházról, hogy háromféle módon kell hatnia. Tehát azt mondja, hogy szív, gondolat, érzelem. Tehát a jó színház egyszer hat a szívünkre, úgyhogy elérnek hozzánk a történet, egyszerre hat az agyunkra, tehát foglalkozik a világ gondjával, és érzelmek vannak benne, tehát szenvedélyeket kelt, szenvedélyeket ábrázol. Benne van még a kortárs, ezt a színháznak, ezt a szép régi hagyományát őrizzük, hogy mindig lépést tartunk a kortárs színház, kortárs irodalomnak az értékeivel. A minőség azt talán mondanom sem kell, változatos, tehát az, ami arra a kérdésedre a válasz, hogy milyennek kellene egy vidéki színháznak, mindenfélének kell lenni. Az a jó színház, ami egyszerre tud zenés is lenni, elgondolkodható, klasszikus. A lényeg az, hogy mindenben megtalálni a minőséget, és akkor nem kell magyaráznom ezt a szót, ami az van, hogy megújuló. És azt gondolom, mindezeknek a gondolatoknak vagy értékeknek a jegyében egy kicsit meg fog újulni a színház, miközben őrzi az értéket. A pótfelvételi főszabályai nem változtak az elmúlt években, tehát azok jelentkezhetnek pótfelvételére, akik most az alapeljárásban nem nyertek felvételt, vagy egyáltalán nem is jelentkeztek még most felsőoktatási intézménybe, tehát ez az első szempont. A második, amint az előbb említettem, hogy csak önköltséges formára lehet már jelentkezni, kivétel a határon túli képzés. A minimum, a rendeleti minimum pontszámok itt is érvényesek, tehát felsőoktatási szakképzésben 240 pont, a rendeleti minimum alapképzésben 280, mesterképzésben pedig 50 pont, ugye ott egy 100 pontos szisztémában gondolkodunk. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, abban sincs változás, hogy kizárólag elektronikusan a Felvi honlapon keresztül lehet jelentkezni ezekre a képzésekre, egy szakra. Mi gyakorlati, illetve alkalmassági vizsgát azokon a szakokon, ahol ez szükséges, augusztus 17-én fogunk tartani a Nyíregyházi Főiskolán. Erről külön értesítést nem küldünk az érdeklődőknek, tehát ez a honlapunkon már elérhető információ, és a döntés az augusztus 26-án lesz.